Sziasztok! 3 éve vagyok tancsó tulajdonos. Ez véget elég sok tapasztalatot szereztem, amit szeretnék veletek megosztani. Szóval ebben a videóban nézzük azt, hogy én kiknek ajánlom a tancsó tartását, és mik a jellemzői, amiket eddig az életem során tapasztaltam velük kapcsolatban. Egyébként, hogyha úgy vagy a csatornámon, ő itt Merlin, őről van szó, és ő alapján fogom ezt a videót elkészíteni. Ha kíváncsi vagy rá, akkor gyere és tarts velem! Manapság az egyik legnépszerűbb fajtáról van szó, hiszen rengeteg ember tart tacskót, az véget is, mivel lakásban is tartható, kis testű kutya, viszont nagyon intelligens és okos, nem mellesleg nagyon vicces is. Úgyhogy nézzük is, hogy mi lenne az első pont. Azoknak ajánlom, akik nem teljesen szobakutyát szeretnének viselkedésben, viszont lakásban tartható kis testű kutyára vágynak, de mégis önálló akarattal, illetve viselkedéssel. Mondhatnám úgy is, hogy a tacskók azok nem ölebek, sem viselkedésben, sem mentalitásban. Viszont egy nagyon intelligens és okos kutyáról van szó, akinek megvan az önálló gondolata. Akkor ajánlom neked ezt a fajtát, hogyha türelmes és következetes vagy, ugyanis elég makacs kutyáról van szó, makacs fajtáról, amit elgondol, az tulajdonképpen úgy is van, órákon keresztül tud könyörögni akár a jutalomfalatért, vagy amit esetleg szeretne, vagy nem szeretne megcsinálni. Erre egy jó példa például nálunk, hogyha a labdája begurul például a sarokba, onnétől nem hajlandó kiszedni, és addig fog könyörögni, ameddig oda nem megyek, és ki nem szedem neki. Vagy a másik, ami éppen most történt, mutatom nektek. Leesett a játék a földre, itt van a Merlin. És ezt minden nap több alkalommal is eljátszuk, és nekem kell felszedni. És jelez, hogyha nem szedem fel, szóval erre mondom azt, hogy makacs kutya. Forog. Fel, fel, hopp. Forog. Ajánlom ezt a fajtát, hogyha egy nagyon intelligens, viszont vicces külsejű, illetve kinézetű kutyát szeretnél, mivel hát valljuk be, egyáltalán nem átlagos a kinézete, amúgy most nagyon el van, mivel ugye a hosszú gerince, hosszú testcsel építése véget, eleve viccesen néz ki, nem mellesleg hozzá a rövid kis lábaival. Sokan úgy tartják, hogy ugatós fajta a tacskó, ez Merlinre nem elmondható. Akkor ugat, hogyha valamit jelezni szeretne, vagy ha idegen embereket lát itt a ház körül. Szóval mondhatnám úgy is, hogy elég jó jelzőkutya, viszont a bátorságát tekintve annyira nem mondanám bátornak. Nagyon okos, de nagyon ravasz kutya, és ezt a példát tudom felhozni újra, ha leesik a játéka, akkor tudja, hogy ő is le tud menni érte, viszont megvárja, ameddig én megyek le érte, és én veszem fel neki. Mondhatnám, hogy az élete árán is megvédi a gazdáját, ami teljes mértékben igaz. Idegenekkel szemben egy kicsit tartózkodó, pont ez véget, viszont hogyha összebarátkozik valakivel, akkor utána le sem száll róla, és akkor nagyon imádja. Te nagyon el vagy. Ugyan kijön a gyerekekkel, viszont elsősorban én nem kisgyerekek mellé ajánlom, ugyanis elég érzékeny a testfelépítése, a gerince, ugye hosszú. Ez véget nem mindegy, hogy hogyan emeled föl, mivel nagyon könnyedén lebénulhat, és oda kell figyelni a tartására, és nem lépcsőzhet, és nem lehet csak úgy össze-vissza emelgetni. Ajánlok inkább másik gyerek kedvelő gyerekbarátabb fajtákat, mint például akár a havanyéz, vagy a palotapincsi. Yorkit is mondanám, viszont a yorkik terrier révén annyira nem hiszem, hogy gyerekek mellé a legszuperebb választás. De minden esetre, hogyha ilyen téren keresel kutyát, akkor ez alapján kell utána nézned. A tacskó az minden bizonnyal nem kis gyerekek mellé ajánlott. Ha van a családodban másféle kis állat, akár rágcsáló, vagy bármilyen másik állat, akkor oda kell figyelni rá, ugyanis nem barátkozik rágcsálókkal. Nekem van 2 aranyhörcsögöm, és azért figyelni kell rendesen, nehogy véletlen kiszökjön a hörcsög, mert akkor viszont megtörténik a baj. Ők ugye alapvetően ilyesmi állatokat vadásznak le, így az életükből visszamenőleg,
Viszont nem lehetetlen a kettő együtt tartás, tehát nálunk is egy jó példa, hogy vannak hörcsögeim, illetve tacskóm is. Úgyhogy ezt neked kell megoldanod, hogyha ilyen téren vagy, mint például én. Képzeljétek el, hogy van itthon egy hörcsög. Olyan finom falat lehet, de sajnos azt mondták, hogy hát nem mehetem meg, mivel ő a barátom, nem is a barátom. Attól függetlenül, hogy kis testű kutyáról van szó, illetve rövid lábáról, nagyon imád sétálni, és nagyon sokat is bír sétálni, úgyhogy jó partnered lesz például az erdei séták során, vagy akár egy nagy séta során, hogyha kirándulni mentek, ő minden bizonnyal jobban fogja bírni, mint te. A tacskok nagy egyéniségek, és most vágok be nektek néhány TikTok videót, ahol ezt meg is tudom mutatni. Elmondom nektek a szuper képességemet. Van itt ez a kolbász, amit 10 másodpercen belül meg tudok enni, és ebből meg tudnék enni legalább vagy 10 darabot. Hát basszus, lebuktam. Amikor anya dolgozni megy, titokban játszok. Nem is alszok, hanem ellopom ezeket a dolgokat. Mindezeket összesítve, hogyha első kutyának szeretnél tacskót tartani, akkor azért jól gondold át, mivel nagyon kitartó, nagyon intelligens és nagyon ravasz kutyáról van szó, tehát neked sok türelemre lesz szükséged, viszont cserébe egy nagyon jó társat kapsz, aki tényleg semmiképpen, semmi áron nem fog cserben hagyni téged, mindig ott lesz veled, amolyan ragacsként tapadni fog rád, és a legjobb dolog tacskót tartani, és ezt én mondhatom saját tapasztalatból, hogy soha nem bántam meg, és még szeretnék ezen kívül, tehát Merlinen kívül is tacskót, megmutatom nektek, hogy mit csinál. És reméljük, hogy majd nem sokára lesz egy kis társa is. Viszont arra még várni kell, azért szerintem elég sokat. Na de ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam nektek egy kicsit segíteni. Ha bármi kérdésetek van a tacskó tartással kapcsolatban, akkor írjatok kommentet, és mindenkinek válaszolni fogok. Ha viszont tetszett a videó, akkor gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!